Tudom, tudom, a lehető legbénább időpont, hogy kedvences videót vegyek fel, a májusnak már rég vége, a júniusnak még nincs vége. Na mindegy, engedjük el. Sziasztok! Ma a júniusi kedvenceimet hoztam el nektek, és bár tudom, még nincs vége a júniusnak, de már most összegyűjt egy kedvences videónyi kedvenc. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok rájuk, akkor tartsatok velem! És csak jelzem, már most kikészít az a szó, hogy kedvenc, legalább olyan 10-szer mondtam már ebben a fél percben. Az első és egyben legnagyobb kedvencem az egyértelműen a Real Madrid BL győzelme. Persze a spanyol bajnokságot is megnyertük, az is zseni, de ez azért mégiscsak bajnokok ligája. Az első félidő szuper izgalmas volt, eléggé kiegyenlített volt a meccs. A másodikban viszont a Juve teljesen szétesett, úgyhogy onnantól kezdve már egyértelmű volt, hogy meg fogjuk védeni a bajnoki címet, és tényleg! Egyébként gratulálok a Juventusnak, szuperül csinálták végig az egész bajnokok ligáját. Én megmondom őszintén, iszonyatosan féltem tőle, hogy ki fogunk tőlük kapni. Szerencsére nem, de egyébként mondom, tényleg gratulálok a Juvénak. Maradjunk meg egy kicsit a focinál, az Arsenal és az FA Kupa története következik. Na én nem megkímelek tőle titeket, a lényeg, hogy 2-1-re megvertük a Chelsea-t, és imádtam minden egyes percét, zseniális volt, köszönöm Arsenal, de mondom, tényleg csak ennyit akartam volna mondani erről az egész FA Kupáról, mert nem akarom, hogy az egész videó fociról szóljon, annak ellenére, hogy tudom, hogy sokan szeretitek. Szóval nézzük a többi kedvencet. Tegnap anya meglepett egy óriási fánk úszógumival, amit már iszonyatosan régóta szerettem volna. Nyilván, hiszen fánk! Ki ne akarna egy fánkot? A Tesco-ban vette viszont sajnos nem tudom, hogy mennyibe került, talán olyan 3000 forint körül volt, de inkább nem mondok semmit, mert nem akarok hülyeségeket mondani, de mondom, nem volt drága ahhoz képest, hogy egy óriás fánk úszógumiról van szó. Egyébként tisztában vagyok vele, hogy semmi értelme nincsen, de ez mégis egy olyan dolog, amire szükséged van. Tudjátok, hogy mi mutat jól egy menő fánkos úszógumi mellett? Egy menő fürdőruha. A Mészpap oldaláról választottam egy most nagyon trendi fürdőruhát. Kicsit ilyen májvás színe van. Amúgy egy egyberészes fürdőruháról van szó, a hátán egy elég mély kivágással, de mégiscsak elő van az izgalmas rész, hiszen kb. Köldökig fűzős megoldása van. Imádom, mintha rám öntötték volna, és konkrétan ez olyan, mintha a legzis egy fürdőruha lenne. A következő kedvencem az a flamingós lámpám, amit tudom, hogy pár videóval ezelőtt mutattam már, de még mindig nagy kedvenc, úgyhogy muszáj itt lenni ebben a videóban. Annyira vidám, annyira rózsaszín és annyira ordít róla, hogy nyár, márha egy lámpáról tud ordítani, hogy nyár. Kikből van amúgy, hogyha nem láttátok volna az előző videómat róla, és az ára pár ezer forint volt, de szokás szerint erre sem emlékszem pontosan, de van belőle ananászos verzió is, ezt legalább tudom, úgyhogy légy szíves, értékeljétek! Vettem egy új kaktuszt is, és ez a kaktusz azért is különösen fontos nekem, mert ő az álom kaktuszom. Évek óta ilyet szeretnék, és most végre találtam a praktikerben, és csak 700 forint volt. Úristen! Valaminek tudom végre az árát. Egész megkötöttem. Ha már itt a nyár, akkor itt a menő hajszínek ideje is. Teljesen oda vagyok a L'Oréal Colorista festékeiért. Egyelőre a spray, illetve a washout verziót próbáltam, de azok mind nagyon-nagyon bejönnek. Alig várom, hogy végre rózsaszín hajjal tündökölhessek a fesztiválokon. Vettem egy buborékfújót is, és valljuk be, hogy ez azért egy kicsit random. De tudjátok, hogy egy kis baba vagyok, és imádom a buborékokat. Plusz ez egy lézerkard, úgyhogy halló, persze, hogy imádom. De! Nem ezért van benne a videómban, hanem Picul miatt, ugyanis imádja ő is a buborékokat, imádja kergetni őket. Csomót játszok vele a kertben, és annyira vicces, ahogy ugrál, kergeti és harabdálja a buborékokat, teljesen megörül érte az édespofám. Egyszerűen zseniális lett a Punani Massive Bolt himnusza. Egyáltalán nem Punani Massive-os, és ezért sokan nem is szeretik, de szerintem jól lett. Tegnap néztem meg a Trainspotting 2-t, és várható volt, hogy szeretni fogom, ugyanis az első is egy hatalmas nagy kedvenc nekem, sőt, szerintem benne van a top 5 kedvenc filmemben is. Megvolt a maga hangulata, tök jó volt a stílusa a filmnek, vicces volt, imádtam minden percét, de nyilván nem übereli az első filmet, a kultusz filmet, tehát ezt egyszerűen nem lehet. Elég sokat eszek mostanában, úgyhogy beszéljünk a kajákról. A Lidl-ben találtam egy gabonapelyhet, ami mindenmentes, tehát se glutén, se laktóz, semmi nincsen benne. Gyümölcsös ízesítése van, és annyira, de annyira finom. Eredetileg Fruit Loops-t akartam venni, de mivel hogy itthon nem kapható, ezért igazából úgy voltam vele, hogy megveszek bármit, ami ahhoz hasonlít, és őt találtam egyedül a boltokban.
A doboza sajnos már nincs meg, így sajnos a nevét sem tudom megmondani, de mondom, mivel ez volt az egyetlen ilyen gyümölcsös gabonapehely, amit találtam, így nem nagyon lehet eltéveszteni. És végül gyorsan két nasolnivaló, ugyanis valószínűleg hosszú lesz ez a videó, és nem akarom tovább húzni. Szóval az első az Original Pringles, a második pedig a burgonyás szikleté. Nem nagyon szeretnék róluk beszélni sokat, ugyanis önmagukért beszélnek. Annyira finomak. Imádom őket, eddig is sokat ettem, de most valahogy júniusban különösen sokat teszem, nem tudom miért. Általában úgy vannak vele pedig az emberek, hogyha nyár van, meleg van, akkor kevesebbet tesznek, hát én nem. Tehát ezek lettek volna a júniusi kedvenceim, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és írjátok meg a komment részlegben mondjuk, hogy mi volt a legnagyobb kedvencetek, zenei kedvencetek júniusban. Szeretnék új zenéket megismerni, úgyhogy várom a javaslataitokat. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!